Oltalmat aláfutunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne hevest, szükségünk idején. Ha ne oltalmazd meg minket, minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz. Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És
kedves testvérek! Ebben az ünnepi órában jó pár száz kilométerre tőlünk keletre magyarok tízezrei gyűlnek össze, hogy azért már majdnem 450 éves kecszobor előtt Istennek hálát adjanak, hogy katolikusok, hogy magyarok, hogy keresztények. És mi ma itt Sopron-Horpáson eljöttünk a Csíksomi Szűzanyának a másolatához, hogy belekapcsolódjunk ebbe a hálaadásba. Hogy bele kapcsolódjunk egyházunk és nemzetünk buzgó Mária szeretetébe. És együtt kérjük a boldogságos Szűz Máriát, hogy ahogyan történelmünkben oly számtalanszor, úgy most is és a jövőben is élesztesse meg velünk anyai jóságát, anyai közvetítő szeretetét az ő szent fiánál. Ezt a szemis áldozatot azokért a szándékainkért ajánljuk fel, amelyeket, mint zarándokok elhoztunk ide az Úr oltárához, hogy Isten akaratában forgassuk meg azokat, hogy Isten irgalmasságában értékeljük újra át azokat, és hogy valóban megnyerjük szándékaink megvalósulását, vágyink beteljesülését. Ahhoz, hogy méltóképpen részt vehessünk ebben a szentmis áldozatban, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg mindazt, amivel zarándoklatunkat, életünk zarándok útján zsákutcába mentünk, vagy megbotlottunk. Bánjuk meg bűneinket, hogy méltó zarándokok lehessünk Isten országa felé. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy
Istenünk, te az apostolokkal együtt imádkozó boldogságos szüzet, elhalmoztad a Szentlélek ajándékaival. Engedd, hogy közben járására mi is, akiket ugyanaz a Szentlélek tölt el, egy szívvel, lélekkel kitartsunk az imában, és elvigyük testvéreinknek az üdvösség jó hírét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Judit könyvéből. Judit szerencsés visszatérése után mérhetetlen lelkesedés kerítette hatalmába az egész népet. Úgyhogy leborult és magasztalta Istent ezekkel a szavakkal. Áldunk Istenünk, mert ezen a napon megsemmisítetted néped ellenségeit. Uzia pedig így szólt Judithoz. Áldjon meg leányom a magasságbeli Isten, a föld minden asszonyánál jobban. S legyen áldott az Isten, az Úr, az ég és föld teremtője. Ő vezérel, hogy fejét vedd ellenségeink vezérének. A bizalom, amelyről bizonyságot tettél, nem vész ki soha az emberek szívéből, hanem mindörökké megemlékeznek Isten hatalmáról. Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval, mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk, s megakadályoztad pusztulásunkat, mert az igaz úton jártál Istenünk színe előtt. Az egész nép ráfelelte. Ámen, úgy legyen. Joakim főpap és Izrael fiainak elöljárói eljöttek, és így áldották Juditot. Te vagy Jeruzsálem büszkesége, Izrael nagy dicsősége, és a mi népünk nagy öröme. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldott vagy, Szűz Mária, kis szüzességet sérelme nélkül, a megváltónak anyja lettél. Áldott vagy, Szűz Mária, kis szüzességet sérelme nélkül, a megváltónak anyja lettél. Az apostolok cselekedeteiből. Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az olajfák hegyéről
amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alteus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Ez az Isten igéje. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szív alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, és íme, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szólt a mind a gőgös szívűeket. Lesöpölte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel, felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igé. Áldunk téged, Krisztus! Halleluja! 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 Hazajöttünk. Kedves testvérek, majd a szemise végén az ősi székely himnuszban ezt fogjuk énekelni. Hazajöttünk, megáldott majd a csíksomjói Szűz Mária. Hazajöttünk. Hiszen életünket az egyház nem véletlenül hasonlítja, hogy sokszor egy zarándok úthoz. Egy zarándok úthoz, amely elindul a foganásunktól, és egy zarándok úthoz, amelynek a célja a mennyei atyaháza. Hazajöttünk a mai napon a boldogságos Szűz Mária házába, ahol otthonra lelhetünk, ahol kicsit átérzünk valamit abból az örök biztonságból, abból az örök hallékból, ahová az életünk tart. Hazajöttünk a boldogságos Szűz Máriához. A haza, az otthon, valahol mindig attól is otthon, hogy az édesanyja vár. Az édesanyának, akinek még él, az édesanyja tudja, hogy az édesanyja olyan, mint egy kandalló, vagy egy kemence, amely köré oda lehet bújni, hogy ismételten fel tudjunk melegedni és töltődni. Hazajöttünk a boldogságos Szűz Máriához, és amikor a mai szentbeszédre készültem, akkor több minden eszembe jutott, hogy milyen is ez az otthon. És hogyha megnézzük, akkor a mi kis csíksomjónk, ez a mi kis nyergünk, ahová itt most összegyűltünk, az élet, vagy a világ számtalan szérozsának az irányából, talán kicsit is ez is, mint egy kis csíksomjó, hiszen vagyunk itt anyországiak, felvidékiek, Erdélyből is vannak, és ez a kis közösségünk is talán egy ilyen kis csíksomjó. De hogy milyen is a boldogságos Szűz Máriának a háza, ahova ma mi most eljöttünk. Ez a ház, ez a hallék valahol az Édenkertet jelképezi. Az Édenkert biztonságát. Olyan ez, mint a hatalmas gótikus katedrálisok, amelynek oszlopai és bordái alatt az ember úgy érezheti magát, mintha az Édenkert fái között járna és kelne. Biztonságban van. És most mi is, amikor eljöttünk ide a mi kis horpácsi csíksomjónkba, azt láthatjuk, hogy itt is a szűzanyának a sátora, a háza egy fa alatt van. Valahol ezt az édenkerti hangulatot, édenkerti igazságot ábrázolja ez a fa, amely alatt a boldogságos Szűz, mint otthon, mint otthonba, mint haza, mint hallékba vár minket. És csak egy kis margó, hogy
lehet, hogy majd az igazi édenkedve, majd ott fog ülni a Géza, ott az édenked fáj mögött a hangosító oszloppal, meg a furgonnal. De hát ilyen a mi zarándoklatunk, ilyen a mi zarándokutunk, hogy vannak benne ilyen vicces gondolatok is. De milyen is a zarándoklatunk? Ide, ebbe a hallékba, aminek az előízét a mai szentmisében, itt a szűzanya hallékánál, az édenkert fája alatt megtapasztalunk. Olyan, mint az időjárás. Hol napos, hol borús, hol esik az eső, hol pedig attól félünk, hogy vajon sikerül-e az életünk, sikerül-e az ünnepünk. És milyen pontokat, milyen szállásokat, milyen szállófogadókat érintünk életünk zarándok útján. Lehet, hogy a tékozló fiúnak a visszatérő házát. Lehet, hogy az emeleti termet, amelyről ma hallhattunk. Lehet, hogy az utolsó vacsora termét. Lehet, hogy az a Simon farizeusnak, aki meghívta az urat magához, az ő házát. Vagy hasonlított az zarándoklatunk egy-egy ilyen állomása a názáreti házhoz, vagy Simon Péter anyósához, aki lázban feküdt. Vagy hasonlíthat egy-egy ilyen állomásunk Márta, Mária és Lázárnak a házához, ahova az Úr Jézus szívesen tér be. És mi ma azért jöttünk el, hogy előre tekintve a szűzanya házára, előre nézve, hogy ő hogyan vár bennünket, megértsük a zarándok utunkat, megértsük az életünket, és felfedezzük benne a boldogságos szűz anyai jeleit, lábnyomait. Hogyan is van jelen a boldogságos szűz Mária a mi zarándoklatunkban, a mennyei hazafelé? Bevallom őszintén, én magam is minden héten zarándok vagyok, legalább kétszer. Vasárnap esténként, amikor innen hazamegyek, ahol szüleim várnak engem. És majd kelten a nap folyamán, amikor az otthonból eljövök a másik otthonomba. És mindig, amikor Galántáról ide érkezem, még mielőtt a József Attila által megiratott, vagy megírt késői siratóban, mielőtt feloldódna ott fenn az ég kékében a valóság, jó átgondolni, hogy otthon mit kaptunk, hogy otthon mit kaptam. És épp ez itt az első gondolatunk az, hogy erről a szoborról elmélkedünk ma, hogy hogyan van jelen a csíksomlyói szűzanya otthona a mi életutunkon. Az első, bár a papi szék most eltakarja, de a szentmise után nézzük meg, hogy a boldogságos szűz már úgy jelenik meg ma itt, mint aki a fél holdon áll, mint aki a sátánt eltapossa. Kedves testvérek, sok keresztény abban a térhétben él, hogy az Istentől csak jót kívánjunk. Hogy az Istentől ebben a földi életben csak is a jót akarjuk, és elhalmozzuk az Isten különféle szándékokkal. És közben nem vesszük észre, hogy a boldogságos Szűz Máriának az első jelenléte életünk zarándok útján nem betegségének az eltiprása, nem nehézségének a lábbal tiprása, hanem a boldogságos szűz a legnagyobb rossztól, a legnagyobb betegségtől, a bűntől akar minket megóvni. Hiszen a bűnnel megszakítjuk a kapcsolatot az Istennel. A bűnnel fejünk fölé, mint egy ilyen több mázsás bunkert építünk, hogy az Isten ne tudjon közölni velünk semmi. És a boldogságos szűz úgy van jelen életünk zarándok útján, hogy megóv bennünket a bűntől. És hogyha mégis bűnt követtünk el, ő mégis a bűnösök menedéke tud lenni. Nem szabad sohasem eléggé megfeledkezni arról a háláról, hogy Mária hogyan ment ki téged a bűnből. Nincs nagyobb tragédia az ember életében, mint a bűn. És nem azért, hogy emlegessük a bűnt, hanem a másik oldal, a,
a bűnnek a másik oldalát, a hazaérkezés örömét nézzük. Nincs nagyobb tragédia, mint hogy az ember nem talál haza, mint hogy az ember a bűn után megy, mint hogy az ember tékozó fiúként otthagyja nem csak a tékozó fiúnak az apai házát, de az édes anyját is. Éppen ezért, testvérek, fogadjuk meg ma itt, ennél a ragyogó otthonnál, hogy sohasem akarunk többé szándékosan sem kicsi, sem súlyos bűnt elkövetni. Imádkozzuk minden nap a rózsafüzért, amely a sátán elleni ostor. Imádkozzuk minden nap legalább egy tizedet. Mi nem lehetünk ostobák, a sátán el akar bennünket téríteni a hazafelé vezető útról, és csak majd a mennyországban, és erre szolgál a mai szentmise is, értünk meg valamit abból, hogy Mária hogyan taposta ki az utat a mennybe, hogyan taposta ezen az úton le a sátánt, hogyan óvott meg bennünket a legnagyobb betegségből, hogyan gyógyított ki bennünket a bűnből, hogyan lett ő a mennyország megnyílt kapuja és a bűnösök oltalma. Mária úgy van jelen életünk zarándok útján, hogy meg akar bennünket őrizni a bűntől. Második gondolatunk szintén ezt a gyönyörű szobrot szemlélve az, hogy mint egy jó édesanyja nem csak megőriz bennünket, hanem megajándékoz bennünket. Egy édesanyja attól is édesanyja, hogy ha nem tud más, de saját magát oda akarja adni a gyermekének. Minden ajándék mögött ez van, hogy az édesanyja legyen bármilyen jelentéktelen is, vagy semmi is az ő ajándék a gyermekeinek, még ebben is ott van az ő szíve. Balsi Balázs atya szokta mondani, hogy az ő édesanyja egy egyszerű nógrádi parasztasszony volt. Nem tanult semmi iskolát, egy egyszerű asszony. Imádkozott és dolgozott. És hívták Balázs atyát, nyilván egy hatalmas személyiség, már több helyre vendégségbe, és hát mindenhol levessel kínálják. És mondja Balázs atya, hogy a legnemesebb, a legpompásabb leves sem ért fel édesanyám egyszerű, hétköznapi leveséhez. Hogy miért? És mondja Balázs atya olyan szépen, mert az édesanyám a levesbe belefőzte a kapcsolatunkat. Hogy amikor a levest ettem, édesanyám szívét is nyeltem vele. Így tehát a másik gondolatunk az, hogy életünknek az útján, és ezt látjuk a mai hallékban, hogy Mária a legnagyobb ajándékot kínálja nekünk. Szinte karon hordozza ezt az ajándékot. Szinte tárcán kínálja fel a legnagyobb ajándékot az életünkbe. És ez még nem más, mint az ő szent fia. Kedves testvérek, itt is újra kell gondolni a hitünket. Kívánhatunk az életünkben olyan sok dolgot, és nyilván a vágyaink erre késztetnek bennünket. Ide is mennyi szándékot hoztunk el a szűzanya házába. Mennyi minden jót, még jót is szeretnénk elérni. Hogy amire könyörgéseink elégtelenek, a Szent József közbenjárására, imádságaink, áldozataink által végre megnyerjük. A boldogságos szűzanya meg akar tanítani bennünket arra, hogy ő meg akar bennünket ajándékozni. Igen ám, de mi van minden vágyunk mögött? Hogy boldogok akarunk lenni. Mi van minden vágyunk mögött, hogy biztonságban akarunk élni, hogy végre a zarándok állapotunkból, ahol nem látjuk át a következő napot, a következő lépést, végre meg akarunk érkezni az atyai házba. Mária itt a karján a legnagyobb ajándékot, magát, Jézust kínálja fel nekünk. És az az ajándék sokkal inkább itt a mai napon még inkább bizalomra sarkal minket, mert nem a keresztre feszített urat látjuk, nem a tanítót, az ítélőt, hanem a gyermek Jézust,
aki bizalomra hangolja szívünket. Éppen ezért imádkozzuk majd holnap, vagy majd pünköst hétfőtől a szalverekinámban. Mutasd meg nekünk, méhed szent gyümölcsét, a fiadat. Minden vágyunk mögött ez van, testvérek. Az Istent akarjuk elérni, megkapni. A boldogságos Szűz Mária, ahogyan megszülte fiát erre a világra, úgy képes megajándékozni fiával téged is. A boldogságos Szűz Mária, ahogyan mindig odafigyelt a kánai mennyegzőre is, a kánai mennyegzőn is arra, hogy ne jusson szégyenbe az ifjú pár, szólt az Úrnak. És mi lett az ő közbenjárásának az eredménye? Hogy tanítványai, az Úr tanítványai hittek benne. Szűzanyánk nem akar kisebb ajándékot adni nekünk, mint az ő szent fiát, Jézust, akiben higgyük el, hogy szívünk minden vágya kielégítést nyer. Nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik Istenünk. És csak egy kis gondolat így a második pontunk végére. Ha Szűzanyával együtt élünk, bizonyára észrevesszük azokat az apró súgásokat, azokat az apró segítségeket, azokat az apró ajándékokat, amiket a hívő katolikus ember Szűzanyánk számlájára, jóságára ír. És a harmadik gondolatunk pedig szintén erre a szoborra nézve, hogy ez a szobor tele van arannyal, tele van sugárral. Ő a napba öltözött asszony, aki ezzel az aranyló színnel vonz bennünket magához. Életünk zarándokultján hajlamosak vagyunk elfeledni zarándok voltunkat. Hajlamosak vagyunk lehorgonyozni egy-egy számunkra kedves dolog, ember, hajlék és minden mellett. De a boldogságos Szűz, mint jó édesanya, miként az én édesanyám is, mindig hazavár. Ő mindig vár, ő mindig húz, ő mindig azt akarja, hogy ne tévedjek le az élet útjáról, hanem találjak vissza, hogy mindig vonzódjak a hajlék a hazafelé. Azért talán ennyire aranyba öltözött a csíksomlyói Szűzanya szobra, mert a mi magyar nemzetünk, a mi magyar szívünk hajlamos sajnos megfeledkezni arról, hogy zarándokok vagyunk, és hajlamos arra, hogy ebbe a földi életre rendezkedjék be, és erre a földi életre építse maradandó hajlékát. De a boldogságos Szűz Mária az ő napba öltözött volta, az ő sugárzó volta, mindig felfelé hív bennünket, mindig magasabbra, mindig az Istenhez közelebb, a mennyei hajlékba csalogat, hívogat és kísér bennünket. Kedves testvérek, soha nem győzünk eléggé hálát adni Istennek a boldogságos Szűz Máriáért, aki meg akar bennünket óvni a bűntől, aki a legnagyobb ajándékot, az ő fiát nyújtja nekünk, és aki mindig szívünket magasabbra, az ég felé emeli. Ma eljöttünk ide azért, hogy hálát adjunk. Elsősorban hálát adjunk, hogy ami megszokott. Hiszen én is, amikor otthon vagyok, már megszokásból élvezem szüleim szeretetét. De amikor elmegyek, akkor hiányzik ez a szeretet. És akkor értem meg, hogy ezt meg kell hálálni, hogy ez nem automatikus. És éppen ezért már eljöttünk ide, hogy ha eddig nem tettük meg, akkor most igenis adjunk hálát. Adjunk hálát Szűzanyánkért, hogy ennyire szeret bennünket, hogy megóva bűntől, hogy az Urat adja, és hogy vonz bennünket magához. Eljöttünk ide, hogy amit eddig elfelejtettünk, most megtegyük, hogy hálát adjunk. És eljöttünk ide azért is, hogy éppen ez a hajlék juttassa mindig a zarándok utunk alatt, juttassa mindig eszünkbe,
hogy Mária hogyan van jelen. Előzi a sátánt, Jézus adja, és magasabbra hív minket. Amikor ezt tapasztaltod életedben, Mária a csíksömői szűzanya ott van. Mária mindig jelen van az életedben. Ma adj hálát érte a mai napon. Adj hálát az Úr Jézusnak, hogy a kereszt alatt ezt a legnagyobb kincset ajándékozta neked, aki kísér, hazavár téged, és a mai naptól fogad meg, hogy Máriának olyan gyermeke leszel, aki a csíksomlyói hajlékhoz méltó, elkerüli a bűnt, nem kíván más, csak az Úr Jézus, és ki mindig az ég felé, szíve, lelke, mindig az ég felé vonzódik. Ebben segítsen minket, égi édesanyánk, az zarándok utunkon észrevenni anyai jelenlétének lábnyomait, amely jelenlét most ebben a fa alatti hajlékban, mint sugárzó példa előttünk ragyog. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, és Földnek, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérem, örömmel jöttünk itt össze, hogy kifejezzük tiszteletünket az égi pátrónánk és a Loret és a csíksomlyói szűzanya előtt. Imádkozzunk most közösen Istenhez, aki nekünk, Máriát, anyánkul, és a keresztény élet példaképül adta. Teljesszük elére kéréseinket. Ferenc pápánkért, András püspökünkért, papjainkért és szerzeteseinkért, a Szentlélekkel valóban közösségben legyenek, és szavuk valamint példájuk által a mennyi atya házába vezessék testvéreiket és nővéreiket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Családjainkért, hogy hitben és szeretetben egyek legyenek, és hogy a názáreti szent család segítségével és példájával igazi család egyházakká váljunk, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindazokért, akik magukat Istennek szentelték, a Szentlélek megvilágosítása által hivatásuk értelmét és értékét felfedezzék, olyan hűségben éljék meg, ahogyan Mária együttműködött az isteni üdvösségtervvel, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenkit, aki testi vagy lelki betegségben szenved, hogy Szűz Mária szívében találja meg hite oltalmát, reménye biztonságát, és a vigaszt szenvedéseire, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindazokért, akik ide a Szent Házhoz elzarándokolnak, hogy a csíksomlyói Istenanya, aki Jézust foganta és méhében hordozta, segítségükre legyen abban, hogy Urunkat és megváltónkat ők is szívükbe fogadják, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindazokért, akik szárazföldön, vizen vagy és levegőn, úton vannak, a csíksomlyói Szent Szűznek, égi pátronnának oltalma alatt útjuk céljához szerencsésen eljussanak, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Az itt elzarándokoltak szándékaiért, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, tekints jóságosan népedre,
amely örvendezik, hogy anyja és pátronája, a csíksomlyói Szent Szűz. Hálát adunk szereteted minden megnyilvánulásáért, amelyet irántunk kimutattál. Neked legyen dicsőség és magasztalás örökké, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr, neked szentelt az áldozatot.
anyunk és az egész Szent Egyház javára. Szentséges Atyám, fogadd el ezeket az adományokat, amelyeket örömmel ajánlunk fel neked, add, hogy serényen követve a boldogságos szüzet, tanulékon füllel hallgassuk a Szentlélek szavát, és mindenben a te dicsőséged magasztalására törekedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Emeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te az ősegyházban az egyetértés és az imádkozás csodálatos példaképeként adtad nekünk Jézus anyját, aki egy szívvel, lélekkel imádkozott az apostolokkal együtt. Ő, aki Krisztus eljövetelét is imádkozva várta, a megígért vigasztalót buzgó kéréssel hívta, és őt, aki az ige megtestesülésekor a Szentlélek ereje borított be árnyékával, a Szentlélek felülről jövő ajándéka újra eltöltötte, új népednek pünkösdi születése alkalmával. Így az imában éberen virasztó, és a szeretetben buzgolkodó Szűz Mária szent példaképe lett az egyháznak, amely a Szentlélek adományaival felruházva, Krisztus második eljövetelének napját virasztva várja. A te fölségedet ő által dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szünten újongással énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, adalt a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Thank you.
Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő bennem. Én mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben. Amen. Minden tisztelet és dicsőség mindörökön öröki. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért merünk így imádkozni. Kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Yeah.
Isten báránya, én, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy a rejtomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Köszönöm,
könyörögünk. Urunk Istenünk, te szolgáidat az üdvösség kenyerével tápláltad, újíts meg minket a Szentlélek ajándékával, és add, hogy a boldogságos szűzoltalmában testvéreink egyetértésén és békén dolgozzunk, hiszen életünk adta önmagát megváltó áldozatul Jézus Krisztus a te fiad, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, így a szentmise záró áldás előtt szeretném megköszönni mindenkinek a jelenlétét, hogy eljöttünk a mai napon erre a szentmisére. Olyan annyira sok embernek lehetne megköszönni, tényleg akár a itt létét, jelenlétét, a segítségét, hogy akár estéig is itt lehetnénk. De most eszembe jutott két valami, amit hirdetnem kell. Az egyik, hogy aki megszomjazott, az a plébániában ásánvíz, úgyhogy a szemmis után ásánvízzel oldhatják a testek a szomjukat, valamint hátul ott a plébánia bejáratánál van egy barna doboz, ahol 1000 forintos áron meg lehet vártani templomunk régi üvegablakának egy darabját, és ezzel is hozzájárulnak plébániánk támogatásához, segítségéhez. És tényleg a Jóisten fizesse meg mindenkinek a jelenlétét, segítségét. Nagyon örülök annak, hogy mint felvidékről egy egész autóbusszal eljöttek, és szeretném megköszönni Fischer Radovannak ezt a megszervezést, valamint a felvidéki testvéreknek az áldozatát, hogy eljöttek. És nem utolsó sorban a Zsiráról induló zarándok testvéreinknek is, akik ilyen hirtelen jött ötletként, de a Szentlélektől jött ötletként Zsiráról ide zarándokoltak, gyalog. Nagyon-nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Valamint szeretném megköszönni mindenkinek az itt létét, valamint mindenkinek, aki eljött. És nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Sopronhor bácsiaknak is, elsősorban a tanácsadó testületnek, hogy ennyire oda tette magát a mai ünnep mellé, és ilyen szépen elkészültünk a mai szép ünnepre. De aztán tényleg mindenkinek a segítőknek, a díszítőknek, a felolvasónak, tényleg mindenkinek a Jóisten fizesse meg a Kántorföldnek is, hogy amíg el nem felejtem, a Zsuzsának megköszönni, de tényleg a Jóisten fizesse meg mindenkinek, hogy így együtt tudtunk ünnepelni minisztránsoknak is, akik bár szombat van, de mégis felkeltek délelőtt, és nem az ágyban szundikáltak tovább, hanem tényleg eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk. A Jóisten fizesse meg mindenkinek sokszoros kegyelmével, és ahogyan a prédikáción utaltam rá, hogy tényleg a boldogságos szűz jelen van az életünkben. És a mai, ez a világító halléka, mint egy célként már előre mutatja, hogy innen lehet visszavezetni, visszaolvasni, ránézni az életünk zarándok útján, hogy igen, hú, itt tényleg itt legyőztem a kísértés, és Mária segített. Itt ezt a szűzanyának tulajdonítom. És annyi Máriával való történetet tud a hívő ember, ha nem is a nagy közösség előtt, de úgy a szűzanyával együtt elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy így együtt összejöttünk, és köszönthettük a boldogságos szűz Máriát. A Jóisten fizesse meg még egyszer mindenkinek minden jó szándékát, segítségét, jelenlétét, áldozatát, a Jóisten fizesse meg. Hirdetjük, hogy ma este 8 órakor Szentlélek váró vigíliát tartunk itt szintén, aki esetleg, akinek van kedve, ereje, ideje, szeretettel várjuk. És még nem utolsó sorban szeretném megköszönni azoknak a plébániáknak, amelyek Sopronhorpáshoz tartoznak, és ők is eljöttek ma ide hozzánk együtt ünnepelni. Tehát ma este 8 órakor Szentlélek váró vigíliát tartunk itt. Azért döntöttünk ilyen kicsit késő esti időpontra, hiszen 9-kor már kezd sötétedni, nagyjából 1 óraig tart majd, és akkor tényleg megvilágítjuk a szobrot, gyertyák, nagyon-nagyon szép lesz, úgyhogy akinek van ideje, kedve, azt őt is nagy szeretettel várjuk, és akkor tényleg a Jóisten fizesse meg mindenkinek még egyszer ezt a felemelő, nagyon szép ünnepet.
holnap, ha jó idő lesz, akkor itt kint lesz majd a 9:30-kor kezdődő szentmisénk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves vállalatja! Köszönet és hála, hogy itt lehettünk, és most erre az alkalomra Gáspár Henrietta írt egy verset. A te számodra kérlek, hallgass sok szeretettel, illetve Mola Aurél festett egy festményt, amit szintén fogadj tőlünk sok szeretettel a felvidéki zarándokoktól. Tisztelt lelki atya, szavaimhoz öntől engedélyt kérek. Ígérem én, hogy sokat nem beszélek. Mindenki nevében hadd köszönjem meg, hogy e szép napon önnel ünnepelhetek. Hogy mi mindent kaptam a szentmise alatt? Lelkem felve, mely áttör minden falat. További munkájához kértem sok áldást, a szűzanyától pedig az oltalmát. Tegye ezt továbbra is, mint most tett velünk. Vezesse a nyájat, hogy mindig együtt legyünk. Felvidékről jöttünk, ahogy egykor ön is. Szülei a partban ülve, büszkén, mint mindig, ma is. S mielőtt a versem sorait bezárnám, hagyj nyíljon még egyszer imára a szám. Köszönet és hála, hogy itt lehetünk. Mondjuk el az Úr imáját együtt. Mi a kérdés? Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Már második szép. Nagyon szépen köszönöm a felvidéket. És ezt megcsapom a testvéret. Nagyon szép. Jóisten, fizesse meg. Hát igazából mi szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek olyan messziről, és hogy a hazámból egy kis lelkületet is magukkal hoztak. A Jóisten, fizesse meg. És hát tényleg itt mi vagyunk a megajándékozottak, és ennek a fényében még jobban átérezzük ezen ajándékoknak a súlyát, és ezekben is nem is annyira, bár a nagyon szép verset és a nagyon szép képet vágyjuk, sokkal inkább azt az őszinte felvidéki szívet, szeretetet, vendéglátást, befogadást a Jóisten fizesse meg, és várjuk agyan az elmúlt évben, várjuk önöket ismét ide, majd augusztus 14-én az éjszakai virasztásunkra. Kedves testvérek, még egyszer nagyon szép ünnepet kívánok, és Isten áldásra segítsen bennünket, a Jóisten áldjon meg mindenkit sokszoros kegyelmével, áldásával. Most pedig fogadjuk a szentmise záró áldását. Az Úr legyen veletek! És a veletekkel! Alázatos lélekkel fogadjátok Isten áldását! A mindenható Atya Isten, aki a boldogságos Szűz Máriát és az egyházat megörvendeztette egyszülött fia feltámadásával, töltsön el benneteket a lélek örömével. Amen. Jézus Krisztus, aki a szűzanya méhéből sértetlenül született erre a világra, és a sírból is teljes sértetlenségben jött elő, őrizzen meg benneteket épségben, abban a hitben, amelyre a keresztségben újjászülettetek. Amen. A megszentelő lélek, akinek érkezését a Szent Szűz az apostolokkal együtt hívő lélekkel várta, tisztítsa meg szíveteket, és lakjék bennetek az ő békével. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.
gyermek csillaga, Isten édes anyja, üdvözl légy mindig szűz, menj boldog kapuja. Tekinek Gabriel, ajka mondott ábét, tégy közöttünk békét, fordítsd Éva nevét. Szabadítsd rabokat, adj fényt a vakoknak, üzd el bajainkat, igényeld javunkat. Mutasd, hogy anyánk adj, hallja meg imádat, kiértünk mi születni nem által. Kiváltságos szent szőz, mindenek köszönyve, volt föl bűneinket, enyhíts, tisztíts minket. Mosd meg életünket, készítsd el utunkat, hogy örök örömben lássuk Jézusunkat. Istennek dicséret, Krisztusnak dicsőség, Szentlélekkel együtt, hármas egy tisztesség.